Sziasztok mindenkinek! Az utóbbi időben elég sok érdekességet láttam így a magyar YouTube-on, valamint az ilyen Facebookos YouTube-os csoportokban. És ezzel kapcsolatban így igazából nagyon elgondolkodtam, hogy milyen trendek vannak mostanság, meg hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudok egyszerűen felfogni, komolyan mondom. Nem értem. És ebben a videóban négy olyan dologról szeretnék beszélni, ami egyszerűen nekem felfoghatatlan. Kezdjünk is bele. Az első az a szápcsere. Erről már régebben, már említettem az egyik videóban, hogy mit gondolok erről. Aki esetleg nem tudná, tehát ez igazából arról szólna, hogy én feliratkozok rád, neked megcserébe fel kell iratkozni én rám. Tehát ez a kölcsönösség, tudjátok. Viszont nem látom egyszerűen ennek az értelmét. Tehát miért iratkozzon fel az ember egy olyan valakire, akire mondjuk esetleg nincs is egy videója sem, vagy hogyha van, akkor olyan, ami irreleváns. Komolyan, tehát miért kell? Ezt nem tudom egyszerűen felfogni, hogy miért kell így, ilyen módokon feliratkozókat gyűjteni. Szerintem a legtisztességesebb az, ha valaki azért iratkozik fel egy videósra, mert tetszik az ő munkássága, és nem azért, mert ez a gyerek feliratkozott rám, és akkor cserébe elvárja azt, hogy én is feliratkozzak rá. Ezt soha nem tudtam megérteni, és nem is fogom. A második dolog a csatorna eladás. Olyat már korábban láttam, hogy valaki eladja mondjuk a Steam-es akkontját. Igen, ilyen van. Tele van játékkal, és akkor eladja, mert nincs rá szüksége. Vagy elad egy-egy olyan dolgot, tudjátok, amik az MMORPG-kben mondjuk megszokottak, vagy amit mondjuk megszerez, de mondjuk nem játszik már vele. Vagy pedig pénz kell neki, de tényleg egy olyan dolog, amit más játékos tud hasznosítani. Viszont ahhoz, hogy YouTube-os csatornát valaki elad, ilyet még nem. És korábban pár napja már láttam, hogy volt már ilyen precedens, nem is egy, nem is kettő, amit mutatok. Szóval ezt teljesen nem értem. Most akkor ez hogy működne? Ezt úgy kell elképzelni, hogy... Üdvözlök mindenkit, én Lacsek vagyok, és mostantól kezdve enyém lett ez a csatorna. Szóval amit itt majd látni fogtok, az csak is a végigjátszások lesznek, mind a retro, illetve a legújabb játékokról. Tehát arra kérlek téged, hogy ne iratkozz le, jobb leszek, mint Balázs. Tehát én ezt igazából nem tudom felfogni, hogy akkor most hirtelen jön egy ilyen váltás, és ezt hogy magyarázza meg valaki? Gondoltam egyet, nem akarok már videózni, azért nekem kell a lóvé, és akkor tessék, ennek örömére vigyette tovább a csatornát, megkaptál mondjuk x 100 vagy 1000 feliratkozót, cserébe ezért fizes. Ja, és akkor arra nem gondol, hogy a kedves feliratkozók azok ilyen rám iratkoztak fel, tehát a készítőre, a csatornának a tulajára, és nem pedig arra, aki megveszi a csatornát. Ebben mi a logika? Ez egy másik gondolat, amit egyszer nem fog tudni felfogni, hogy miért kell. A harmadik dolog, azt úgy lehetne megfogalmazni, hogy olcsó nézettségszerzés. És ebben igazából elég sok minden beletartozik, és a negyedik ponttal is nagyon szorosan összefügg. Tehát aki nagyság, nagyon sokat látok olyat, hogy segítsünk XY nagy videósnak, hogy legyen még több nézője. És miért? Annak az XY nagy videósnak egészen biztosan mondjuk összejön mondjuk egy nagyobb kerekszám. Biztos, hogy össze fog jönni elő vagy utóbb. Ez így igazából, ez a promóciós videó, vagy reklám, ez igazából arra lesz, hogy még többen úgymond rákattintsanak. De ugyanígy tartom ezeket a legjobb összeállításokat is, amikor nagy videósok anyagaiból összeállít valaki vicces pillanatokat. És itt nem arra gondolok, hogy valami dokumentumfilmszerűséget, vagy mondjuk egy-egy videósnak tényleg jó pillanatait, hanem így több videósnak, tudjátok, és egy címbe jó kiemelve. Hát igen, így, nagyon könnyű így ám nézettséget szerezni. Az meg a másik dolog, amikor volt pár napja a Despacito paródia letiltás pompkutyáiknál, és ahogy letiltották, 2-3 napra rá emberekből olyan 4-5-en vagy 6-an is akár töltötték felfele az ő paródiájukat törölt videóként. Oké, megértem, hogyha mondjuk egy ember feltölti, és akkor többi úgy van bele, hogy ah, hát már fenn van, minek töltsük fel. De nem baj,
töltsük fel minél többen, spammeljük tele a YouTube-ot. Az meg lényegtelen, hogy tőlük veszük el úgymond a nézettséget, meg az ő munkájukkal mi fogunk úgymond nézettséget, feliratkozókat szerezni. Az a másik, hogy emiatt feliratkozókat szerezni, az meg szinte egy olyan, hogy mi? De normális? Na. Tehát nem tudom egyszerűen így felfogni. És alatt is láttam utána, aki volt, aki streamelte folyamatosan a pamputyáiknak a videóját. Most komolyan, tehát hogy ez meg abszolút miért kell? Ha valaki meg akarja mondani őket nagyon nézni, meg végignézni, ott azok elmegy a csatornájukra, biztos van lejátszási lista, és akkor így végignézi azokat. Tehát erre streamelni, pénzt elkérni, nekem ez nonsense dolog. De jó, biztosan, olcsó nézettség szerzés, nem fogom megérteni ezt sose. És a negyedik dolog az pedig az, hogy ez a copyrightos rendszer, amiről már korábban szintén volt már szó, hogy ez még mindig mennyire rossz. Tényleg, mennyire? A példa az, hogy képzeljétek el, hogy mondjuk valakinek van egy XP CD-je. És akkor fogja, kiírja, és akkor elkezdi azt árusítani. Ez mennyire szép dolog? Mennyire legális? Hát valószínűleg semennyire. De ezzel kapcsolatban pedig arra akartam kiukadni, hogy körülbelül sok esetben ez zajlik a YouTube-os körökben is. Tehát, hogy ha valaki nem tud mit kitalálni, mit csináljon, hát akkor most már jutottuk oda, hogy nem is kell akkor semmit csinálni. Elég annyit, hogy legyen egy erős gépe, kezdjen el valami streamelni, valami sorozatot, és akkor hú, jönnek ám a nézők, jönnek ám a donétek. És mi kell ehhez? Semmi. Oké, ez is egy olcsó bevételszerzési lehetőség. Mert hát sok esetben természetesen elvárják a donétet. Egyszer rá is kérdeztem igazából, hogy ez most mi alapján, vagy most miért? És akkor természetesen jött a válasz, hát azért mert a villanyszámlát kell fizetni, mert erős a gép. Hát basszus, ha ennyire sokat teszik a gép, vagy ilyesmi, akkor egyrészt egy, lehet azt pihentetni, kettő pedig, lehet zseppénzt gyűjteni, vagy elmenni dolgozni. Vagy miért kell egyszerűen elvárni, nézzük tőle, hogy most akkor mi fizessük ezért a számlát, hogy egy olyan tartalmat közvetítesz, ami nem a tied. Mert ez nem az. Nem. Tehát és így meg tényleg ez is egy olyan, hogy akkor emiatt meg gyűlnek a feliratkozók, mert mondjuk a Family Guy-t, vagy mondjuk a, ami nagyon-nagyon gyakori, az utóbbi időben, amit látok, az a Halálos Iram 7-8, hát ez streamelik rendesen. És így igazából könnyű nézőket szerezni, nagy nézettségi adatokat csinálni. És tényleg ez egy olyan dolog, hogy amit nem fogok megérteni, hogy vannak olyanok, hogy egy zenét nem használhatsz úgy fel, 4 másodpercet vagy 5-öt, hogy a YouTube tartalomszűrő rögtön tiltson. Vagy pedig megvonja a bevételszerzést. Viszont lehet komplett filmeket streamelni, és azért meg nincs semmi. Jó, amit olvastam azt, hogy a South Parkot most már 10 perc után észleli a tartalom felismerő rendszer. Szóval már finomítottak, de a többinél még nem. És ezt nem fogom ezt is megérteni, miért kell másoknak a munkájával idézőesen mond visszaélni. Jaj, ez egy másik dolog volt, amikor igen, volt az a pankutyás letiltott videó és töltsük fel minél többen dolog. Az volt az egyik érv, amit nem fog tudni megérteni, hogy hát ez addig lesz bent, ameddig vissza nem állítsák a videót. Hát ebben azért vannak erős kétségeim. Hát nem biztos, hogy csupán a jó szándék vezette ezeket az embereket. Valakinél igen, de főleg, hogyha látják azért azt, hogy mondjuk már nem egy ember feltölti, nem kettő, akkor miért kell még utána 60 embernek feltöltenie? Miért? Utána ott a rákeresre, már tuti, hogy kiadta volna a találatba, hogy már valaki feltöltötte ezt a videót, vagy valaki feltöltötte azt a videót. Hát így meg mondjuk ezt a Despacitót így meg úgymond ki lehetett használni. Így, hogy akkor most mi azt sokan megnézték, és köztudottan hatalmas sikere lett annak a paródiának, hát akkor így most kihasználjuk, és az alkalmat szerezünk egy kis nézettséget. És nagyon sokakat ez bosszantott. És teljesen jogos, és én is így voltam vele, hogy ezt így nem kéne. És ezek miatt is lehet mondani azt, hogy a magyar YouTube jelenleg ebbe az állapotában nagyon rossz irányba megy. Tényleg eljutunk lassan oda, hogy nem lesz
nem lesz értelmes tartalom. Nem, ki fog halni. Az, hogy most már eljutunk oda, hogy a gameplayeket lassan mindenki át fogja vinni a Twitch-re, hála Istennek a copyrightos dolgok miatt, aztán pedig el fogunk oda jutni, hogy tényleg egy idő után, amik maradnak fent, az pár videós lesz, meg rengeteg vlog. Hát ez aztán nagyon biztató lesz, komolyan mondom. Ebből igazából bele sem merünk gondolni, hogy milyen jövő várható ebbe. És tényleg, az, hogy igényes tartalom legyen, ma már egyre-egyre kevésbé ki fog halni. Tényleg, ki fog halni. Mert ahol jó csinálni, gyorsan csinálni videókat, és ebből, hogyha nagyon sokat csinálsz, ebből jönnek a nézők, mert most már tényleg ez a lényeg, hogy naponta legyen sok videó, minél több live. És tényleg az én igényes dolgok közül meg szépen lassan el fognak tűnni, mert már egyre kevesebben csinálnak, és egyre kevesebben ölnek bele időt. És ez sajnos nagyon sajnálatos. De reméljük azért tényleg lesz majd változás, és gondoltam is, hogy ebből is lehetne igazából egy videót csinálni, hogy mivel lehetne felvonni a magyar YouTube-ot is úgy általában, hogy tényleg vissza lehessen oda találni, ahol elindultunk, az ígéretességbe, amikor tényleg arról volt szó, hogy a kreativitás, a munka, és ez hozza úgymond a gyümölcsöt. Mert igenis, vissza lehet találni. De így tényleg ebben a videóban én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte, és hogyha tetszett, akkor kommenteljél, és találkozunk a következő videóban is. Addig is, sziasztok!